Estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt az Erdélyi Kávéház. Kávéházban sport témával fogunk foglalkozni, ahogy ezt már önök többször megszokhatták. Én önöknek most mutatok egy érmet, és hogyha a kedves barátom ráközelít, akkor láthatják, hogy egy világbajnoki érmet tartok a kezemben. Ez egy birkózó világbajnoké, akiről a sporthírekben nem szoktunk hallani, és nem az első világbajnoki érme, Ambrus Lajos. Ambrus Lajos veterán birkózó. 1946-ban született Nyárádszentmártonban. 1960-ban került Marosvásárhelyre, 1963-tól birkózik. Első országos bajnokságát 1969-ben nyerte a 74 kilósok szabadfogású versenyén. 8-szoros országos bajnok, 6-szoros balkán bajnok. Az 1971-es világbajnokságon ezüstérmes, az 1972-es müncheni olimpián a negyedik helyezést érte el. 2002 óta a veterán világbajnokságok szereplője. 3-szor nyert aranyérmet, 4-szer ezüstöt és 3-szor bronzot. Jó estét kívánok! Kívános! Ez a harmadik világbajnok érme. Igen, van 4 ezüst és 3 bronz. Összesen 10. Melyik a legértékesebb? Jó, az arany a legértékesebb. Igen. De az ezüst és a bronz között? Hát van különbség. Melyik, érzelmileg melyikhez tartozik közelebb? Melyiket érzi közelebb? Az ezüsthöz. Az ezüstöz? Igen. Én úgy érzem mindig, vagy mikor még úgy sportoltam, meg néha szoktam, hogy a bronz. Mert hogy a bronzzal még felkerültem a dobogóra, az ezüst meg végig bennem van, hát ez arany is lehetett volna. Hát egy kicsi ugye van egy kicsi elválaszt pszichológia benne. Elválaszt az aranytól, igen. Hány éve birkózik? 63-tól. Az 54? 63-tól. Ha jól tévedek? 64-ben már ezüstérmes junior országos bajnok voltam. Hát 54 éve birkózik. Igen. Közben egyszer sem állt le? De voltam leállva egy pár évet, voltam edző a Muresulnál, edző is, és 12 évet nem csináltam semmit. Nem is sportolt semmit? De igen. Ahogy meg voltam szokva, hogy nem sokat, de minden nap csináltam egy keveset. Bocsásson, meg intim kérdéseket fogok feltenni. Hány kiló? Én? Igen. 98. És így tartja a súlyát? Igen. És akkor megválogatja, hogy mit eszik? Nem. Már nem válogatok semmit. Nem? Nem. Eszik bármit, nem hízik? Hát, amit szeretek, azt eszek. És akkor ezt a súlyt kell tartani? Tehát ön veterán világbajnok most jelenleg. Igen. Az hogy néz ki ez a kategória? Nehéz súly hány kilótól hány kilóig tart? Ez 97-től 130-ig. 130? Igen. Jézus! Ott írja rajta. De nem fél egy 130 kilóstól, hogy magára fekszik, nem. És... Nem félek. Nagyon fel voltam készülve. És akkor azt jelenti, hogy gyorsabb, mint egy 130 kilós. És jobban is fel vagyok készülve. Aha. Mert én már edző is voltam. Igen. Sokáig voltam a román válogatottban, mint junior, tehát fiatal koromban. Valamikor a román birkózás egy nagyon menő sport volt, vagy így, hogy mondjam, olimpián azért ott volt, mit keresztül. Aztán évek óta szinte olimpián is kint voltam, igen. Volt, melyik olimpián volt? Mexikóba és Münchenbe. Tehát kétszeres olimpiai résztvevő. Igen, nem sikerült bekerülni az első háromba, éppen egy kicsit tartotta, hogy nem lettem második. És azokat döngeli most a földbe, akik akkor megverték magát? Igen. Tehát akkor van bosszúvány. A szovjet. 3-2-re megvert, mielőtt bekerültem volna a döntőbe. És nem tudtam tussal verni az ellenfelet. És akkor a bírók egy kicsit... És meg lett a 6 rossz pont, és kiestem. Értem. Negyedik lettem. Hogy kezdődött a birkózás? Ön egy becsületes nyárádmenti, nyárádszentmártoni. Igen. Fiatal ember volt, bekerült Marosvásárhelyre. Boxolni kezdtem a Wincenet. Hát ezt mindenkivel kezdte akkor. Boxolni. 10 évvel később meg karatézni. Tehát box, igen? Boxolni kezdtem a Wincenet. És 63. augusztus 23-án, ilyen ünnep. Igen, felvonulás után neki itt, ahol van a sportterem, volt egy salakpálya. Igen. Oda volt felállítva a... A birkózó. Boxoló? Ja, a boxoló ring, igen. Ring, igen. Ez divat volt, emlékszem. Igen, hát az ünnepnap. Ünnepnapkor a boxolók, igen. És
17 éves gyerek, meg akartam dögetni egy régeni gyereket, egy nagy felnőttet. Orba vágott, megindult az orrvére, többet nem mentem boxolni. Akkor fogtam neki birkozni. Ez a piros augusztus 23-a volt. Igen. És akkor elment birkozni? Mit akkor tudott addig a birkózásról? Hát édesapám tudott többet. Mert ő itt dolgozott benne a városban, és bekerültem a Bolyaiba, Bolyaiból kirattak. Igen? Miért? Mert hát végeztem a 8-as a 9-ből az első két évharmadot, de szüleim nem álltak be a kollektívbe. Ajaj. Mivel nagyapám ki volt lakoltatva, és oda csinálták a kollektívet az ő lakására, az ő udvarára, apám nem akart beállni a kollektívbe. És hogy nem vittem a kollektívtől a papírt, hogy a szüleim kollektívisták, akkor kiraktak az internetusból, mert internetusban is voltam, és ki a 9-ből. És hol fejezte be az iskoláit? Az érettségi Brassóba, katonaság után. Ja, értem. Tehát birkózó katonaként elvitték Brassóba. Igen, az ASZIA-hoz. Önnek az alkata is szerencsés volt? Hát én gyerekkoromban már otthon, a nyárát parton, nagyon sokat sportoltam. Minden reggel. Kaszált? Minden reggel. Apám, zsákolt? Minden reggel apám felkötött. Igen. Futáskörbe nagy volt az udvar, nagy a kert. Futáskörbe akkor neki súlyozni. Belső fekvőtámasz, felhúzás, kötélmászás. És utána megmosogattunk reggeli szintmetők iskolában. Plusz meg aztán volt a zsákba homok. Igen. Ütöttük a zsákot. Tehát itt olyan tyúkszemek voltak, a nagyon, nagyon, nagyon fejlett kölyök voltam. Verekedős volt? Nem voltam verekedős, de tudtam verekedni. Tehát a bálba nem ijedt meg, hogy valaki azt mondja, Lajoska, menj haza. Hetediket végeztem, és 3-4 évvel nagyobb gyerekeket, legényeket már, mint fötőz vágtam. Otthon. Tudtam egy csípődobást, és annyi. Többet nem, de csípődobással nagyobbakat eldöngettem. Na szóval ment a birkózás itt a Vojinca klubban, és itt utána elvitték Brassóba. A Muresónál. A Muresónál, bocsánat. Igaz, hogy a Vojincánál kezdtem, és aztán átalakult a Vojinca. De ez egy jó birkózó iskola volt a Vásárhelyi. Ugye itt voltak komoly bajnokok. Nagyon. Mitől volt jobb ez a birkózó iskola, mint más? Én azt hiszem, hogy a klubvezetőség is hozzájárult, plusz az edző, György Pista. Igen. És utána hogy vitték-e Brassóba? Jött a katonai behívó? Katonának. Nem kérdezték, vittek, hogy... Hamarabb vittek az ASZIA-hoz. Brassóba. Majdnem egy évvel hamarabb vitek, hogy ne kapjon el a Stella. Ja, értem. Tehát volt egy ilyen harc a klubok akkor között, alakult, akkor hogy alakult, ki hozza. Igen. Akkor alakult az ASZIA csapata, birkózó csapata. De hány évet húzott le Brassóba? Hát a katonaság után visszamaradtam a Stelgóhoz. Stelgórosú Brassóhoz. Mert ott voltam 7 évet. 7 évet? Igen. Hogy szerette Brassót? Hát nagyon. Igen? Nagyon. A nagyváros volt. Nagyon. Ezüstérmes világbajnok lettem, tehát 8-szor voltam országos bajnok. És 71-ben lettem ezüstérmes világbajnok Szófiába, Kanadába, Edmontonba. Ott megint csak negyedik lettem. Ott megint a szovjet. Ugyanaz? Ugyanaz a szovjet az. Otthon Moszkvában csináltam döntetlent vele. Igen. De... Mit tudott jobban az a szovjet? Tudja, az ördög. Azt hiszem, hogy valamivel tapasztaltabb volt. De hát az az egy pont, hát igazán olyan kevés, de úgy is sokat jelent. De most már veri? Most igen. Nagyon helyes. Most igen. De barátok? Barátok-e vele a szovjettel? Hogyne. Ez. Az az ukrán. Hát régen ő is szovjet volt. Ő is szovjet, igen. És ez most értem. Mennyit edz naponta? Hát,
most kevesebbet, hogy vége a versenynek. Uh-huh. Januárban beszélgettünk, vége a versenyszezonnak, de minden nap edz már, nem? Október, igen. Még kétszer-háromszor leunják magukat ez a három, uh-huh. szerezett meg így testvérkét. Értem. Hol lesz az idén a világbajnokság? Szófiában. Ah. Illetve Bulgáriában nem biztos, hogy Szófiában, lehet, ha bárnál lesz. Értem. De... Orvoshoz szokott járni? Nem. Nem volt soha? Vizsgára, orvos, tehát vizsgára, orvos a vizsgára. Verseny előtt elmegyünk, és... És az orvos nem szokta mondani, hogy Lajos, ne, ne. Vérnyomás, nem cukor, semmi. Máj. Minden rendben. Minden rendben. Na milyen egy edzés 70 év fölött? Hát, naponta emelek 5000 kilót. Mennyit? 5000 kilót. Nem ilyen maga lift, vagy micsoda? De 5 kilós súlyokkal. 5 kilós súlyokkal. 5 kilós súlyokkal, sokat. Ez... Igen? Tenyérrel le. Csuklók rendben vannak, minden, hajlat, minden, minden. Szóváltan nem kell. Karral, uh-huh. ezek, igen. aztán első fekvőtámasz. 5000 kiló, igen. 5000 kiló. Utána egy pár száz guggolás. 500-at egyik kézzel, 500-at a másik kézzel a 5 kiló súlyokkal, igen. az 1000 és plusz az 5 kiló, igen. 5000 kiló. És hány guggolás? Hát azt nem tudom, azt nem szoktam számolni, sok-sok. Guggolás? Egyik lábról a másikra felállok, vissza, egy lábra felállni is vissza. Ez úgymond száraz edzés, ez otthon, otthon nem látja senki. A feleségem senki. Beteg. Igen. Már 10 év elmúlt október, november 8-án, uh-huh. hogy beteg, le van bénulva. Uh-huh. És én vagyok a mindenes. Érte. És fiúkkal, tehát... Partnerrel, edzőpartnerrel? Nem kell. Nem kell nem egyáltalán? Kellett. Hát én annyit voltam válogatottban, annyit birkoztam. Hogy is akkor elmegy a világbajnokságra úgy, hogy otthonról a igen. nagyszobába leteszi az 5 kilós súlyt, igen. és elmegy megverni igen. A... Igen. az oroszt? Hát én sok versenyen voltam nemzetközi turnékon. Uh-huh. Hogy utaztam? Csillmai Technik Klub, tehát Tolár konkurszulit, tehát a legtechnikásabb birkozója. És ez miből állt, hogy gyors a reakció ideje, vagy kiszámolja a másik? A technika. Uh-huh. Technika, a hozzáértés. De a birkozás változott az elmúlt időszakban. Én emlékszem, hogy a 70-es években, mintha másként birkoztak volna. Ilyen statikusabb volt, lassúbb volt. Most egy kicsit fel van gyorsulva. Fel van gyorsulva, igen. Uh-huh. Fel van gyorsulva. A Madridban volt 73-ban a Latinországok kupabajnoksága. Hát nagyon sok csapat összegyűlt, innen Európából volt a francia, olasz, román. Gondolom a spanyol. Spanyol, igen. Uh-huh. Ezek, de aztán jött a Latin Amerika, igen. Dél-Amerika, Mexikó. Argentina. Sokan voltunk, uh-huh. Igen, sokan voltunk. De ott is az első helyen álltam, uh-huh. és lettem a verseny legtechnikásabb birkózója. Magát nem zavarta az, hogy például egy futballista, aki már majdnem tudott rúgni egy egyenest, arról mindig többet beszéltek a tévében, a rádióban, az újság címlapjára került, és maga ott gyűjtögette a világbajnoki érmeket, meg ezüstérmeket, két olimpián szerepelt, és ott, amikor már nagyon sok ideje van egy sportműsornak, akkor na hát akkor a birkózókról is beszélgessünk. Tudja, csoda, mindig úgy el voltunk foglalva, uh-huh. válogatottban voltam, hogy... Nem zavart. Nem zavart. Nagyon sokat voltunk az elején Bukarestben, aztán Bukarestből felkötöztünk a Poljana Brassóba. Uh-huh. Poljanáról többször, főleg télen voltunk a Piatr Arson színajától fel. Igen. És mi volt? Futás? Hát rendes sporterem volt, és birkózás, sok súlyemelés, és futás. És favágás? Az nem volt. A boxolóknak volt? Nekünk nem volt olyasmi. Paplászlóról láttam. Nagy hóba, uh-huh. nagy hóba szaladás, sízés, adtak síléceket is. Tényleg? Igen. A Paplászlóra láttam a háromszoros olimpiai bajnok, ők fát vágtak. Tehát edzőtáborban. Nálunk nem volt. Azt mondták, hogy ez volt egy nagyon különböző. Jó kiegészítő sport volt számukra, nem hasították volt, a nagy rönkökkel. Nem volt favágás. Uh-huh. Dopping? Az nem volt. Nem volt. Tehát nem volt olyan, hogy jött a csapatorvos, azt mondta, hogy Lajos, ezt most beveszitek, uh-huh. és önök nem tudták, hogy mit vesznek be.
Olyan volt, hogy betették a kajába. Ezért, ezt kérdem. Az volt. Uh-huh. Az volt, de hát az orvos mindig ott volt mellettünk. Olyasmi nem volt, hogy valaki beszed valamit. Igen. Nem lehetett. De egy olyasmit, hogy hát aludni tudtunk, nem kellett elaltasson. Nem kellett ringatni. De ne kívánjuk a nőket. Ne kívánják a nőket, ja, értem. Olyan tablettákat adtak? Olyan is volt, igen. Azt elmondta a pincér, uh-huh. aki kiszolgált. Igen. Annak nem volt szabad beszélni, de hát jó haver voltam vele, lent brassói gyerek, akkor uh-huh. még brassói gyerek voltam, mindent elmondott. Ezt tették be, azt tették be. Igen, a doktor belerakott a kajánkba ezt-azt. De gondolom nem hatott ez annyira. Ó, nem kellett. Nem volt. A nők szebbek voltak, mint ez a gyógyszer. Nem volt szabad, nem volt szabad nőkkel foglalkozni egyáltalán. Érdekes, érdekes ez a sporthoz való hozzáállás akkoriban. Mennyi pénzt kaptak mondjuk egy olimpiai szereplésért? Mert ugye ma a sportolók fel vannak háborodva, hogyha nem tudom mennyit nem kap, nem megy olimpiára. Hát az országos bajnokságon kaptunk az országos bajnoki igen. címért 2000 lejt. Egy nemzetközi turnéért. Hát ez egy jobb fizetés volt, vagy ez egy fizetés egy fizetés. Nem igen. is volt jobb fizetés. Persze a fizetésünk ment rendesen, ki voltunk véve a termelésből. Jaj, de hol volt alkalmazva? Várj, a Szervorosunál. Jaj, tehát a gyárban volt egy értem. És akkor volt a Primo, ahogy igen. mondták, a igen. Primo. A prémium, 2000 lej volt egy országos bajnoki cím. Igen. Egy nemzetközi turnéért volt 3000 lej. Uh-huh. És például a madridi, mondtam, hogy a latin országok kupa bajnoksága volt. Na azért megkaptam a 2000 lejt. A legtechnikásabb játékos. Azért hatot. Azért még egy hatost. Azért még egy hatost. Az akkor már nem volt olyan rossz pénz. Nem. Nem. Az egy erősebb fizetés nem. volt. Én azt hiszem, hogy körülbelül annyi volt 6000, mint ma 6000 lej. Igen. Igen. Csak hogy úgy zárójelbe, hogy aki ma sportolni akar, gondoljon arra, hogy igen. kaptak felszerelést, termet, ételt, és körülbelül ennyi. Igen. És volt egy munkakönyvük valahol, járt bent a vörös lobogógyárba valahol? Hogyne jártam. Ja, jártam. De nem volt olyan, hogy büntetésből be kell menni dolgozni, ha nem hát, nyertek. Ha elkaptak volna valamivel, akkor igen. 76-ban a montreali olimpia előtt, 3 héttel Poena Brassóban voltunk, és az egyik munkatársam, kollega, jó haver is volt, Kozma Imre, nősült. És az esküvője ott volt fenn a Poena Brassóban, a medvék, úrszulói, Poena úrszulói kabanába, igen. vendéglőbe. És meghívott, hogy megyünk, mondom, Imre, nem tudok elmenni, nem engednek. Nézd meg, még van 3 hét és kezdődik az olimpia Montrealba. És hát valahogy azt mondja, gyertek, kínáljanak meg valamivel, mit tudom én, gyere. És a szobatársammal egy kolozsvári Márton, Jancsi nehéz súlyban birkózott. Este jött az edző, na, hogy érzitek magatokat? Kicsit fáradtam. Nem is baj, semmi, azt mondja, ez egy szombatnap volt. Szombat este. És holnap majd csinálunk egy kicsivel kevesebbet. Tehát vasárnap is edzettünk délelőtt. Hát annyit csináltunk, hogy szaladgáltunk meg, fotballoztunk meg, kosaraztunk. Mm-hmm. És 10 órakor elodott a villanyt az edző, elment, jó éjszakát. Kicsit még ott hallgatóztunk, és mondom, gyere, menjünk át, ígyunk meg egy pohár pezsgőt, valamit, pohár bort. Csak úgy tréningbe az ördög gondolta, hogy nincs lefekvő az edző. Átléptünk, és megpuszítam a vőlegényt, meg a mennyasszonyt, sok boldog házas évet. És nagyon jó szórakozást. Igen. Na, szia, szevasztok, menjünk. Állj meg, azt mondja, igyatok meg egy pohárból. Itt nem mondom, mert mindenki lát, még az égők is látnak. Igen.
És na akkor kína azt mondja, kiküldöm utánatok a bejárónál. Vettünk egy ilyen poharat, a pincérnő hozta a pezsgőt. És kitöltött egy pohárral, és kocintok a Jancsival, szia, és kívánjunk a havernek, Imrének sok boldog házas életet. És kocint, megittuk a pohár pezsgőt, és megjelent be az edző mellettünk, hátunk mögött. A másik, ami pezsgő megmaradt, azt visszaküldtem a pincérnőtől. És az anyátokat, a szitta, anyátokat, szitta, szidott mindent, tetőtől tarpig mindennek leordott, és holnaptól szeditek magatokat, és haza. Az olimpia előtt 3 héttel. Igen. Mondd, és kiraktak a válogatóból. Hazakitek, hétfőn mentek dolgozni. Tehát a... Pohár pezsgője. Igen. Az bizony. Nagyon fel voltam készülve, a másik pedig, ami... De aztán elment végül az olimpiára. Nem. Nem? Na hát hazaküdtek, nem enged, nem kirúgtak a válogatottból, semmit. Borrasztan bosszantott, a súlyom is majdnem le volt fogyva, nagyon-nagyon fel voltam készülve, és mind a kettőnket kirúgtak a válogatottból, és nem vittek az olimpiára. Hát ez nagyon kemény volt. Az, egy pohár pezsgőért. Aztán ne beszélve, ha elkaptak volna egy lányal, vagy valami. Uh-huh. Lehet, amíg meg is rugdostak volna. Hát, keményen bántak magukkal. Nagyon. Hogy látja ma a sportot? Ezek szerint nagyon nem jár le edzőterembe, nem, nincs kapcsolata nagyon a fiatalokkal. De. Van? De, hát a birkózókkal van. Birkózókkal van. A birkózókkal van. De lejár. Oda lejár edzésre? Lelemegyek. Meddig akarja még csinálni? Hát még vagy 15-20 évet, és aztán jövök én is nyugdíjba. Hát ez olyan 85 éves korában akarja, már abba akarja hagyni 85 évesen a birkózást? Hát lehet, ha nem még. Ki a világ legöregebb birkózója jelenleg? Tehát mikor elmennek Japán, egy ilyen versenyre, van egy... A japánok a... Egy szemtelen 77 éves japán, vagy mennyi? Van. Uh-huh. Van, 74-75 éves japán van. Igen. Kicsi súlyba. Uh-huh. Hát 57-65 éves. Ha maga egy kicsit fogyaszt, le kell egy 20-as dobni. Most nem dobok. Nem tudnál le. Most megyek a 130 kilósokkal. Azokkal, de nem hízik fel 130-ra. De, hogy hízom az ördöget, ugyanígy. Nem most, ugyanígy, de. Jó. Itt van, ez 120 kilóni. Az orosz. De meg lehet fogni, meg lehet dobni? Meg. Nagyon fel voltam készülve, és meg. Hát nem szeretnék egy... Ezzel az ukránnal például 30 másodpercet birkoztam. Buf, oda csaptam, repült. Nem szeretnék egy sötét utcában magával találkozni este, és kérek egy cigarettát. Nem. Lehet, hogy én is repülnék. Nem, jó. Hát ha összefogoznánk, akkor igen, de különben nem szoktam én durváskodni. Na, hát jó edzéseket kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött az Erdély TV-be. És azért tartsuk a kapcsolatot, hogy mikor ilyen nagyobb versenyek vannak a sporthírekben, azért halljunk Ambrus Lajos, marosvásárhelyi, erdélyi, romániai világbajnok. Megbeszélem vele. Jó, beszéljem vele. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ne felejtsék el, hogy 70 éves korban is lehet derűsen 5000 kilót felemelni naponta. Persze az orvosok előbb-utóbb sztrájkolni fognak, meg munkanélküliek lesznek, de ez legyen a legnagyobb probléma. Hál' Istennek, mi is szükségem rájuk. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az órában, a viszontlátásra.